Tisztelt jelenlévők, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt köztársasági elnökjelölt úr, Bárdos Gyula, barátom! Ma olyan ünnep előestéjén vagyunk, amelyre méltón lehetünk büszkék mi magyarok. A modern európai történelemben talán két olyan magyar jellegű esemény van, amelyre maradéktalanul büszkék lehetünk, nincsenek körülötte igazán kérdőjelek. Az egyik az 1848-49-es, a másik pedig az 1956-os forradalom. Minden más mellé felsorakoztatnak néha joggal, néha jogtalanul kérdőjeleket, de emellé a két európai jelentőségű megmozdulás mellé senki sem. Mi itt a felvidéken a legtöbbször az összefogást szoktuk hangsúlyozni az ünnep kapcsán, és nem véletlenül, hiszen ma is a magyarságnak, a Kárpát-medencének ezen a részén bizony nagy szükség van, és nagy szükség lenne az összefogásra. De ha megvizsgáljuk, hogy miért sikerült 1848-49-ben ez a gondolat, akkor arra kell rájönnünk azért, mert bölcsek voltak, akik előkészítették ezt az eseményt március 15-e napját. A március 15-én elhangzott 12 pont három olyan gondolatkört fogalmazott meg, ami mögé mindenki fel tudott sorakozni, és ezért tették bele. Az egyik gondolat arról szólt, hogy igenis mindenki legyen egyenlő a törvény előtt. Mert ez nem így volt. Természetesen a gazdagok, azok előtt élvezhettek a törvény előtt, hiszen nagyon sok magyar irodalmi műben is tapasztalhattuk ennek a visszatérését, például Ludas Matyinál. Március 12 pontban megfogalmazódik, hogy legyen mindenki egyenlő a törvény előtt. A második gondolatkör az a közteherviselésre vonatkozott, ami magyarán azt jelentette, mindenki fizessen egyformán adót, mert nem volt ez természetes. Annak idején ugye a magyar nemességet adómentesítették épp azért, hogy majd ő fogja megvédeni az országot, csak jött Napóleon és elsöpörte a nemesi felkelést. Ezért mondták azt a többi rétege az országnak, a népnek, a nemzetnek, hogy itt az ideje, hogy mindenki adót fizessen, és abból tartsuk fenn a hadsereget. És a harmadik volt csak igazán az, amire mi leginkább ma emlékezünk és összerakjuk március 15-ével, Magyarország lehető legnagyobb függetlensége akkor még a Habsburg birodalmon belül az elszakadás gondolata később következett. Ennek a három nagy gondolatkörnek köszönhetően született meg az egység, és tudott mindenki felsorakozni mögé. Tehát ha mi ma azon gondolkodunk, hogy hogyan tudunk egységet alkotni, mindenképpen a közös program és a közös célok mellé kell felsorakoztatni, illetve olyanokat kell felállítanunk, ami mögé felsorakoztatni lehet a lehető legtöbb magyar embert. Ugyanakkor ma azt is látjuk, és akkor is világos volt, hogy hiába vannak a szép célok, ha nincs mögötte erő. Erő kell minden cél megvalósításához, minden cél tekintélyének a kivívásához, erő kell. Egy kicsit a mai napokban, ha áttekintünk és ugrunk egy nagyon nagyot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván, ami ma Ukrajnában történik, és a Krimfélszigeten történik, ha nem állna mögötte a nagy orosz katonai erő, akkor a modern, mai európai történelemnek egy tragikus, de rövid cselekménye lenne. Így nem az lesz. Erő kell nekünk is ahhoz, hogy megmaradásunk alapkérdéseihez, Dél-Szlovákia felzárkóztatásához tekintélyünk legyen. Lehet szép szónoki gondolatokban megfogalmazni a legszebb célokat, ha nincs mögötte erő, akkor üres szónoki fogás marad. Ha nincs mögötte erő, senki nem veszi komolyan. Ma azt láttuk az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, hogyha nincs magyar köztársasági elnök jelölt, akkor igazán nincsenek a megmaradásunkat érintő témák az asztalon. Mindenki beszélt minden másról, csak mintha nem is létezne ez a félmilliós magyar közösség, mintha nem is történt volna meg a 110 ezeres fogyás az elmúlt 20 évben, és mintha nem is lennének egyéb olyan kérdések, amit kezelni szerettünk volna. Ha nem lett volna jelöltünk, ha nem lenne jelöltünk, akkor gyakorlatilag mintha itt se lennénk ebben az országban, bár pedig nekünk is megvannak a megfelelő célkitűzéseink és a megmaradásunk igénye. Nekünk azért rendkívül fontos a holnapi nap, és én itt nem félek a kampánycsentől, azért rendkívül fontos a holnapi nap, mert a célkitűzések mögötti erő demonstrációjáról lehet szó. A holnapi nap nem a közvetlen sikerről szól, hanem a közép- és hosszú távú esetleges sikereinkről szólhat. Természetesen politikai értelemben lehet szó sikerről, ha majd a százalékokat nézzük, de valójában a tényleges siker abban lesz, hogy amit jelöltünk Bárdos Gyula képviselt,
amögé felsorakozik-e a magyar erő, felsorakozik-e Dél-Szlovákia, vagy pedig sem. Higgyék el, és ez volt 48-41, pontosabban 48 márciusában is a nagy kérdés, ami a Pilvax Kávéházban lezajlódott, hogy vajon lesz-e társadalmi támogatottsága az ifjúságnak, a forradalmi eszméknek, vajon kimennek-e az emberek a térre, és a nagy hidegben, mert nem ilyen kellemes tavaszi idő volt, hanem jóval hidegebb esőben, óriási tömeg gyűlt össze a múzeumkertben, és éltették a márciusi pontokat, éltették a forradalmi eszméket, éltették azt a három gondolatot, amit korábban már elmondtam. Ők is féltek tőle, hogy mi lesz, és utána nagy boldogan ünnepelhették este a Bankban előadásán, hogy igenis van támogatottsága az elképzeléseiknek. Számunkra is rendkívül fontos ilyen szempontból, hogy holnap mi történik. Rendkívül fontos, hogy újra érezzék ebben az országban, hogy van ereje, súlya és van összefogás ebben a közösségben. Hogy komolyan veszük önmagunkat, már ha mi nem veszük komolyan önmagunkat, mások a legkevésbé fognak komolyan venni bennünket. Erről szól valójában ez a holnapi nap, és arról szól, hogy lehet méltósággal is ott venni egy versenyben részt venni, még akkor sem, hogyha nem feltétlenül az első hely a kihívás. A kihívások, a célok mögötti felsorakozás. Az az előadás, amit ma este ide szerveztünk és ide kértünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy számban elfogadták a meghívásunkat és eljöttek, erről is szól. Arról a Krapkáról és arról a komáromi várvédő seregről, amely már tulajdonképpen a vesztes csatával megtalálta a módját, hogy emel fővel távozhasson. Győzni tudott akkor is, hogy a forradalom elveszett, hiszen az életüket megtudták és a méltóságukat megtudták őrizni, ezért van apropója ennek az előadásnak, amit nem sokra itt közösen majd élvezhetünk. Ennek is megvan a szimbolikája a mai estére és a holnapi napra nézve is, hogy bölcs döntésekkel és megfelelő erővel, amit a komáromi erőt biztosított annak idején a honvédeknek, lehet jó alkukat kötni, de ahhoz erő kell, ahhoz tekintély kell, ahhoz súly kell. Mi úgy döntöttünk 89-ben, hogy demokratikus úton küzdünk az itt élő magyarságért, akkor a demokratikus eszközöket ki is kell használni. Holnap tényleg nem arról van szó, hogy valaki bársonyszéket kap közülünk. Holnap nem erről van szó. Holnap arról van szó, hogy mi mindnyájan megjelenünk-e újra a szlovák politikai térképen, ma újra, illetve holnap újra demonstráljuk, hogy bennünket komolyan kell venni, hogy újra megmutatjuk a világnak, hogy itt vagyunk, itt akarunk maradni, és megmaradásunkat ki akarjuk igenis küzdeni demokratikus eszközökkel. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai estéhez. Köszönöm szépen!